sikerült kirázni az összes maradék amelyet a tükörhöz a szünetben. De tudják, hogy miért, hogy újabbak férjenek a helyébe. Egy műsor akkor változatos, hogyha minden műfaj szerepel. Tudják, ez olyan, mint a házasság. Először a férj beszél, aztán a feleség hallgat. Aztán a feleség hallgat, és a férj beszél. Aztán mind a ketten hallgatnak, a mind a ketten beszélnek, és a szomszéd hallgat. Na most önök ne legyenek szomszéd, hanem ne hallgassanak, hanem énekeljenek együtt. Az állami díjas Vas Varga László következik. Örökzöld, ismert melódiákkal. Nem várok választ, másról
Köszönjük. Fiatalember tudta Péter. Hát miért nem nősülsz meg már?
Hát ugyan miért nősülnék meg két testvér az, aki engem kényeztet magát? Két testvér azért az nem ugyanaz, mint egy feleség. De hát nem az én testvéreim. Kérem, akik most következnek. Akik most következnek, azok igazi testvérek, ráadásul jó hangú testvérek, a gálfivérek, Jani és Tamás. Be loved.
Megöleltem magadót, nem szólt az egy áll.
Jönnek! Ezt nevezik annak, amikor rámennek a tapsra, ronda dolog, meg kell hozzá. Köszönjük, srácok! Ezen az ünnepen ugye úgy illik, hogy azért beszéljünk egy kicsit az ünnepelkről, Németh Annáról. Hadd hívjam én önt most be. Anna! Ugye az egyik ruhája szerint a másik. Vagy a másik szerint az egyik. Én nem tudom eldönteni. Anna nem fogja olyan könnyen megúszni, hiszen 35 éve. Én kérdezni fogok tőle, és én gyűjtöttem a kérdéseket, de neki nem lesz olyan könnyű, kedves Anna, mert azt fogom kérni, hogy dalban válaszoljál rá. Egyetettünk? Hát akkor... Kezdjük valahol az elején. Anna, azt tudjuk, hogy te itt Zalaszegerdőn születtél. Kórházban vagy otthon láttad meg a napvilágot? Rózsabokorban itt el a világra. Hát, vagy Erikszen, vagy nem. Te mondjuk, hogy Rózsabokorban. Nem akarok udvariatlan lenni, de megkérdezhetem, hogy mikor történt ez a nagy esemény? Na, egy nőtől ilyet többet az életbe soha. Milyen asszony volt az édesanyád? Az én mamám nem hordott bubi fizurát, nem hordott párizsi ruhát, mégis úgy szép volt. És még hány édesanyja, ugye? Hát, ha már a családnál tartunk, hány testvéred van? Erzsi, Pili, Sári, Mariska, Rózári. Ebben már a tejtestvérek is benne, hanem tudjátok. Ez már van itt. Igen. Az élet úgy hozta, hogy Budapestre költöztél, ugye? Visszavágsz ide, Zalaszegerdőre a születésed helyére. Hazavágyom csendes kis falumban, hív az erdőt, és a végétány. Bizony, bizony. Budapesten már énekeltél, eltökelezted magad a zenével. Mit érzel, amikor énekelsz? A boldogságtól ordítani tudnék, ha egy kicsit nem lennék reked. Most akkor neki vizet az előbb, mert egy kicsit reked. Anna nem csak Magyarországon, hanem külföldön is szerepelt és sikereket ért el. Merre jártál? Túl a óperencián, túl a tengeren. Lefordítom, amit Kolumbusz fedezett fel Amerikában. És rendszeresen visszaírtak, és akkor már csak egy kérdésem van. Mi az életben a legfontosabb a számodra? Szeressük egymást, gyerekek, a szív a legszebb nincs. Ennél szebb szó, hogy szeretek, a nagy világon nincs. Az élet úgy is torszál, a sír magába zár. Szeressék Németh Annát.
most pedig, ha már színpadon van, ennyivel nem hozta meg, énekeljen nekünk. Budai dalok. Igen, csak várom, Uzi, yes! Oh,
Kérem szépen, a következő művész nehéz felsorolni. Ugyanis annyi címe és rangja van, hogy összeszedtem belőle a legfontosabbat. Artisztus díjas zeneszerző. Kálmán Imre díjas énekes. A Dankó Pista életműdi létrehozója. Az operett életműdi létrehozója. Ja, és Budapest 5. kerületi lakós. Éliás Tibor következő. Összefájt irány, de odámat én is százszor el.
Yeah.
Az Országos Trianon Társaság elnöke helyettese voltam, és akkor sokat énekeltem ezt a dalt, és szeretném most megidézni önöknek, hiszen annyira szép és annyira magyar, fogadják szeretettel. Fehér kezét, fehér lángot.
hangokat hallottak ma, sok szeretetet láttak. Köszönjük, hogy eljöttek. És vigyék haza a dalokat is, meg a szeretetet is itt a szívükben. Köszönjük a tapsokat, és személyesen fogják megköszönni az eddigi szereplők. Hát akkor menjünk sorba. Először is a zongoránál Forródi Péter. Bos Vajda László, az örökzöldek nagy tudója. Morvei Pálma. Ötvös Tilla. Ilyás Tibor. És végül jó magam, köszönöm a mondat. De, köszönöm szépen. Egyébként nem húzták meg, mert most jön a finál. Thank you.
eljöttem, elérzékenyülök. 61 éve elmentem innen, mindig visszavágytam. Dalban, szövegben megírtam. Elfogyott a kiadás, de ígérem, nyáron visszajövök, és csinálok még egy jobb partit. Köszönjük szépen a tapsokat, köszönjük, hogy velünk voltak. Jó éjszakát kívánok! Köszönöm szépen! 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 Köszönöm szép